A Pannon Televízió esti híradóját látják, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Április 23-a van Béla névnapja. Nézzük a nap kiemelt híreit röviden. Két férfi lezuhant a Péterváradi vár Sánc faláról, egyikük belehalt sérüléseibe. A Jászenováci népirtás áldozataira emlékeztek a boszniai Donya Gradina településen, Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői. Megtartották a 20. birkanyíró és birkapörkölt főző fesztivált a Zentai vásártéren. Véget ért a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozója Topolyán. Két 30 év körüli fiatalember lezuhant a Péterváradi vár Sánc faláról ma reggel 5:30 körül. Egyikük a helyszínen életét vesztette. A másik életben van, de súlyos sérüléseket szenvedett. A 30 éves paratyini férfi a vajdasági klinikai központ intenzív osztályára került. Az intézmény közölte, hogy az illető gerinc oszlopa és mellkasa súlyosan sérült, jelenleg stabil az állapota. A Blitz úgy tudja, hogy a baleset egy legénybúcsú alkalmával történt. Az egyik férfi fényképezkedni szeretett volna a vár Sánc falánál, azonban elvesztette az egyensúlyát, majd belekapaszkodott a mellette lévő társába. Leesett két 30 éves paratyini fiatalember a hajnali órákban a Péterváradi várról. A helyszínen a mentők az egyik férfin újraélesztést végeztek, de erőfeszítéseik ellenére belehalt a sérüléseibe. A második paratyini fiatalember még eszméleténél volt, mikor bevitték a sürgősségi osztályra. Súlyos sérüléseket szenvedett, az ő életéért még küzdenek az orvosok. Rendkívüli önkormányzati választásokat tartottak 4 észak-koszovói településen, miután novemberben lemondtak az észak-koszovói szerb többségű községek vezetői. Reggel 7 órakor megnyitottak a szavazóhelyek, amelyeket fegyveres őrök biztosítottak. A 4 községben összesen 10 jelölt szállt versenybe a polgármesteri posztért, közülük csak egy szerb, a többiek albán nemzetiségűek. A szerb lista tagjai bojkotálták a voksolást, ahogy mondták, addig nem térnek vissza az önkormányzati szerepvállaláshoz, amíg a pristinai döntéshozók nem alakítják meg a szerb községek közösségét. A lakosok este 7 óráig szavazhattak. A Jászenováci népirtás áldozataira emlékeztek a boszniai Donya Gradina településen, Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői. Soha nem felejtjük el az áldozatokat, jelentette ki Alekszandar Vučić a Donya Gradinában található emlékhelyen. A szerb államfő a népirtás áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezésen elhelyezte a kegyelet virágait. A megemlékezésen jelen volt Milorad Dodik, a 3-tagú boszniai államelnökség szerb tagja is. A Jászenováci tábort a II. Világháború idején hozta létre a horvát náci barát rezsim, és 78 éve számolták fel. A II. Világégés ideje alatt a volt Jugoszlávia területén a háború számtalan áldozatot követelt, a Jászenováci fogolytáborban elhunytak pontos száma azonban a mai napig ismeretlen. A rendelkezésre álló adatok szerint Gradinában szisztematikus népirtást hajtottak végre szerbek, zsidók és romák ellen, és éppen ezért kell ápolnunk az emlékezés kultúráját, hangzott el a megemlékezésen. Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke, a tömeghez intézett beszédében azt mondta, hogy Jászenovácban tapintható a csend. Tišina, koja je nastala tako što je 700.000 ljudi ovde stradalo, umoreno na najsvirepiji način od strane nezavisne države Hrvatske, hrvatskog naroda toga vremena i njihovog ustaškog pokreta. Tišina djevojke koje su oči izvadili i stavili u ruke ili tišina majke koju su rasporili i ubili dijete ne želeći da vide kako se ono rađa ili onog starca iz Klepaca kome su osjekli i uši i nos, a on rekao dostojanstveno da taj prokletnik radi svoj posao.
tá tišina nas ovde okuplja. Szerbia és a boszniai szerb köztársaság delegációi Alekszandar Vučić és Milorad Dodik vezetésével megkoszorúzták a jaszenováci áldozatok emlékművét Donya Gradinában. A koszorúzás után egyházi megemlékezésre került sor. Akik nyomtalanul eltűntek, azoknak mi vagyunk az egyetlen nyoma, idézte beszédében Alekszandar Vučić szerb elnök Simon Wiesenthal szavait. Podpisujemo sporazum o tome da izgradimo memorialni centar ovde u Donjoj Gradini. Da uvek možemo da ga posećujemo, da uvek možemo da dolazimo i da svako i Srbije i Republike Srpske zna kakva je to svetinja za naš narod, a jedan memorijalni centar u našem prestonom gradu Beogradu, da svaki stranac koji dođe, da svi oni koji dođu iz bilo kojeg dela i bivše Jugoslavije, ali bilo kojeg drugog dela sveta, da može da poseti taj memorijalni centar i da zna šta je to što se dogodilo u Jasenovcu. Da zna kakvi su strašni zločini ovde činjeni nad ljudima samo zato što su Srbi i samo zato što su bili pravoslavne vere. I da to nikada ne zaboravimo. És miközben Jasenovac és más vesztőhelyek áldozataira emlékezünk, el kell gondolkodnunk azon is, hogyan építsük és fejlesszük a gazdaságot, és védjük meg a létfontosságú nemzeti érdekeket, tette hozzá Vučić. Jubilált a zentai birkanyíró és birkapörkölt főző fesztivál, ugyanis 20. alkalommal szervezték meg a vásártéren. Az eseményen az ünnepélyes megnyitót követően megszentelték az idei gabonát is. Na, várjál, kicsit én még. Tudod, te fiatal vagyok, én még. Vajdaság számos települése mellett felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek látogatók és csapatok zentára. Aracki Tibor és társasága Csorvásról jöttek, és már másodszor vesznek részt a fesztiválon. Ma most 12-en érkeztünk Csorvásról, 4 kisgyerekkel. Szerintem tavaly is láttuk már, hogy olyan széles skálán kirakodó vásár, játékok, hogy a gyerekeknek is akár egy egész napos programot tudnak biztosítani a rendezők. Mi pedig kellőképpen jól érezzük magunkat, hiszen nagyon kellemes társaságban tudunk egy nagyon jót főzni. A rendezvény keretében állatkiállítást is szerveztek, ahol 5 fajta a vidékre jellemző juhokat mutattak be. A vásártér egyik felében pedig több mint 60 bográcsban rotyogott a birkapörkölt, de nagy sikernek örvendett a birkanyírás is, ugyanis 20 versenyző kézi és gépi nyírásban mérte össze tudását. 18-an kézzel vágtak neki a gyapjú eltávolításnak, még 2 géppel próbálkoztak. Tóth László volt az egyik legidősebb birkanyíró. Tehát mindig gyűlök, megyek a birkanyírókkal. Ezt szerettem, ebbe is nyújtam fő. Apám, öregapám, lehet még a dédöregapám is juhász volt. A rendezvény célja, hogy a hagyományos állattartást megismertessék és népszerűsítsék, mondta Kobrehel Ervin, a zentai gazdakör elnöke. Az ember visszaemlékszik, és mindig állandó nagy juhcsapatokat látott az út mellett a legelőkön legelni. Itt valójában már ezek a legelők kilettek törve, szántóföld lett belőle, kevesebb az állat. Ezek az emberek még próbálkoznak, küzdenek azért, hogy a napi szinten megmaradjonak. Az eseményen jelen volt még Molnár Viktor, a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alapigazgatója, és Ótot Róbert, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Ótot elmondta, nem csak a mezőgazdasági termelőket igyekeznek támogatni, hanem az ilyen és ehhez hasonló eseményeket is. Jelen pillanatban is aktív és nyitott az a támogatási lehetősége a titkárságnak, ami az ilyen hagyományőrző rendezvények megszervezését célozza meg. Ugye egészen április 28-áig tudnak civil szervezetek, önkormányzatok ilyen jellegű rendezvényre pályázni. A fesztiválon mezőgép kiállítást és kirakodóvásárt is szerveztek, amelyen egyebek mellett kézműves termékeket és házi készítésű élelmiszereket is meg lehetett vásárolni. Megkezdődött a 2023-as vásári szezon Magyar Kanizsán. A színes portékák mellett a szervezők, a Magyar Kanizsa helyi közösség és a Kommunalac
kommunális szolgáltató közvállalat különböző színes programokról is gondoskodott. A zene és szórakoztató rendezvény nagy gasztronómiai kínálattal várta a kilátogatókat, de jótékonysági palacsintasütést is szerveztek az Együtt Veled Értük Egyesület védencei számára. A földnapi alkalmából a vásár ideje alatt pedig megszervezték az elektronikai hulladék és a használt elemek gyűjtését is. Most van az első vásár, a következő majd július 23-án fogjuk megtartani, az követőt pedig majd október 22-én, ugye amikor öt vasárnap van, akkor a negyedik vasárnapon tartjuk a vásárt, úgyhogy mindig készülünk zenés programmal, gyerekjátékokkal, szórakoztató játékokkal, és akkor így próbáljuk ide vonzani a közönséget, illetve a vásárlókat. Kellemes tavaszi idő és az asztalokon roskadozó friss áru, ez várta ma a piacra kilátogatókat. Az árusoknál nagy mennyiségben voltak hústermékek, gyümölcsök, zöldségek és minden egyéb. Az árak változók, ezért érdemes résen lenni. Időben kezdte a május 1-i felkészülést a szabadkaiak egy része. Bálint Krisztina húsárus elmondta, úgy tűnik a héten megemelkedett árak nem tartják vissza a vásárlókat. Leginkább a csevapra, pieszkavicára, rostélykolbászra, illetve szalonnára van kereslet. A csevap az most 800 dinár, a pieszkavica szintúgy, a nyakkaraj 700 dinár, a rostélykolbász 780, a császárszalonna az meg 690 dinár. A munka ünnepén a csirkehús szintén közkedvelt hústermék, ára nagyjából változatlan. 370-től a csirke 400 dinárig, de az a 400 az már nagyon sok, a comb az marad 450, a mellakhúsa marad 650-től 750-ig csonttal, csont nélkül, tojás 25-től dinár darabja. Hát újdonságon most ma nincsen, pulyka. Pulyka combon van, az 1200 dinár. A zöld hagyma 25, a retek 50, a répa 40-től 100 dinár, az új hagyma 150-től 160, a mángolt pedig 70 dináros áron található meg. Ez mellett nagy mennyiségben árulnak spenótot, sőt lósuskát is. Nudim a zjákoz a nyilván prizon, nekik szállik, hogy nikon nem van a piászi zelje, britve, javasok, drugi, szezonsko površi voši imamo. Tudom, hogy a budu szélne korrektne, nismo možda najjeftini, ali nismo ni najskupli. Masa Józsefnél nagy mennyiségben található alma is, amely 40-től 100 dináros áron kapható. A szélsőséges időjárási körülmények miatt szerinte őszre nagy drágulásra kell számítani. Lassan elfogy, és nem tudjuk, hogy őszre mi lesz. Rengeteget kiszedtek az emberek. Termés, hogy milyen lesz, vagy mennyi kárt csinált, még nem tudjuk, de nem lesz olcsó alma, az biztos. Az árától függetlenül idén is sokan vásárolják a szezon egyik legkedveltebb gyümölcsét, a földi epret. Szelecki Magdánál egyelőre behozatali van, de hamarosan házi eper is kapható lesz. Hát az eper az változik, hol léjem megy, hol főjem, most per pillanat 400 dinár kilója. A mandarinnak most már kezd vége lenni, ott nem változik az ár, a narancson se változott mostanában az ár. A banán maradt 200 dinár. Varga Rozália különféle tejtermékeire kezdetben nagy volt a kereslet. Az árak növekedése miatt azonban egyre inkább fogy a vásárlóköre. Változás semmi nincs, minden a régi ár, így is alig tudjuk eladni. Nincs az embereknek a kezükbe elegendő pénz, ehhez a nagy drágasághoz. Az eladók a majális előtti hétvégén ennél is nagyobb tömegre számítanak a piacon. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Dusan Lajovic nyerte a Serb Open nevű 250-es banyalukai salakpályás férfi tenisztornát. Megtartották a belgrádi maratont. Hála hangversenyt tartott az Örökség serleggel kitüntetett Kapisztrán Ferences ifjúsági kórus vasárnap délután. A Zentai Jézus szíve plébánia muzika szakra énekkora is fellépett ezen a jeles eseményen. A rendezvénynek az Újvidéki Ferences templom adott otthont. Teltház előtt tartott hálahangversenyt az Újvidéki Kapisztrán Ferences ifjúsági kórus. A rendezvényen az újonnan alakult gyermekkórus is részt vett. A Jézus életem, Mária hozzászállimánk,
szeretett mindenki, és a Csitári hegyek alatt. Van-e kedvenced ezek közül? A Jézus alé életem. Miért tetszik az annyira? Azért, mert abba fuvalasz. A hálaadó koncerten vendégfellépőként a 27 tagot számláló Zentai Muzika Sacra énekkar is részt vett. A húsvéti időszakot dicsőítő dalokkal érkeztek. Nagyon örültünk a meghívásnak, illetve annak, hogy közösen fogunk az Újvidéki Kapisztrán kórussal együtt fellépni. Ezen a Hála hangversenyen egy olyan repertoárral készültünk, amely a húsvéti időt, mivel ugye a húsvétot 50 napig ünnepeljük, a húsvéti időt hozza most közelebb még hozzánk. A Kapisztrán kórust odaadóan már 24 éve Beszédes Margit vezeti. Ez a hangverseny is egyfajta köszönet az Istennek, az eddigi munkásságukért és elért eredményeikért. Legfőbb feladatuk szolgálni az Urat, hangsúlyozta a karnagy. Nagyon-nagyon sokat hozzátesz a vallás, meg a hit, és nagyon örülök, hogy ilyen elkötelezettek a hit iránt, meg a vallás iránt, nagyon jó irányba viszi őket az életben. A Petőfi évforduló alkalmából pár megzenésített Petőfi dal is elhangzott. A Hála hangversenyt a két kórus közös produkciója zárta. Díjkiosztó gálaműsorral zárult a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója Topolyán. A két fődíj idén Kupuszinára és Nagy Kikindára került. A szemlét idén 27. alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. A Pataki László díjat a találkozó legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásáért a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József színjátszó csoportja kapta Szántó Armand és Széchény Mihály Paprikás csirke című előadásáért. Mi mindig a közönségnek játszunk, és igazat megvalva, soha nem is számítunk arra, hogy majd milyen díjakat kapunk. Nagyon szívesen elfogadjuk, és nagyon örülünk neki. Az idei szemle nagyon-nagyon egy tartalmas volt, amennyit mi láttunk belőle. A közönség telt házzal fogadott. A Bambach Róbert díjat a legjobb alternatív új formákat kereső előadásáért a Nagy Kikindai Egységművelődési Egyesület József Attila színtársulata nyert el György Lébovics az Ezredik Éjszaka című előadásáért. Az összes szemlén, az összes amatőr a szemlén részt vettünk eddig. És van egy ilyen bázisunk, egy ilyen kemény mag ennek a csoportnak, és van egy pár ember, amelyik jön, mén, lemozsolódnak. Ez a kemény mag tartsa ezt a lelket ebbe az egész játékba. A Magyar Nemzeti Tanács tájolási különdíját a házigazdatársulat, a Mara Amatőr Színház kapta. Közösségteremtő tevékenységéért a Palics Magyar Művelődési Egyesület Palicsi Színjátszó Grundja érdemelte ki az elismerést. Minden dicséretet megérdemel bárki, aki manapság ebben a egyre inkább elferdülni látszó világban azzal tölti a szabad idejét, hogy alkotással foglalkozik, és jelen esetben színházról van szó. Ráadásul nem hivatásos színházakról, akik tényleg ingyen és bérmentve csak is az ügynek a kedvéért és a színház iránti szeretetből nyúlnak hozzá az anyaghoz. 9 nap alatt 12 előadást láthatott a közönség, amelyekre nagy volt az érdeklődés, köszönve a házigazdák, a Mara és a Topolyai Művelődési Ház összehangolt kreatív munkájának, emelte ki Virág Kis Anita, a VMMI munkatársa. Hihetetlen eredmény, hogy a délután 3 órási előadásokon is legalább fél ház volt, pedig nem kicsi a művelődési háznak a színházterme. Szeretném még azt is kiemelni, hogy a fiatalok nagyon ügyesek voltak, a helyi fiatalok. Élőbejelentkezéseket
készítettek, interjúztak, folyamatosan együtt zizektek a felnőttekkel. Idén új kitüntetést is alapítottak, a Faragó Árpád díjat. Közösség megtartó erejéért a zsűri a Múzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Hébe-Hóba színjátszó csoportjának ítélte oda az elismerést. Múzsia úgy tudott visszatérni idén, hogy az idén megalapított Faragó Árpád díjat a közösség megtartásáért ő vehette át. Egy olyan előadás, egy olyan produkció és egy olyan lelkület volt az, amit a színpadon ők sugároztak, hogy már ez az egy előadás is megmutatta az egésznek a jelentését, az egésznek a jelentőségét. Azt gondolom, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, mégpedig azt, hogy pont a Trianon utáni időszakot követően mennyit jelentett a délvidéki magyarság számára a színjátszás. A gálán bejelentették, jövőre Nagy Kikinda lesz a színjátszó szemleházi gazdája. A díj kiosztó után a Zentai Magyar Kamaraszínház nagy sikerű Művészet című előadását láthatta a közönség. Megtartották Török Kanizsán a 14. Északbánáti Néptánc találkozót, amely a Tiszaparti kisváros egyik legnagyobb népművészeti rendezvénye. Az eseményt idén is a Török Kanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület szervezte. Magyar, szerb és roma táncokat, népdalokat mutattak be az egyesületek. A rendezvény már évek óta a közösség ünnepe. 16 produkciót tekinthetett meg a nagy érdemű. A Ludas Matyi Művelődési Egyesület tagjai somogyi táncot és friss csárdást mutattak be. A somogyit azt már régebben is tanultuk, viszont most felújítottuk, és a friss csárdást azt pedig most tanultuk. A Romano Los nevű szerb keresztúri roma folkról csoport is bemutatkozott. Több mint 30-an vannak, céljuk pedig, hogy népszerűsítsék a roma zenei világ sokszínűségét. Hagyományos roma táncai érkeztek először a kisebbek, míg nagyobbak, egy kicsit olyan hosszú, meg gyorsabb, olyan szerb roma koló. Ebben most mink, mert így kérték, mink úgy csináltuk, azt úgy akartuk átáncolni. A néptánc találkozó a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű kistérségi rendezvénye, amely a toleranciáról és a nemzetek közötti párbeszédről szól, emelte ki Rigó Pál Zsófia, az MNT alelnöke. A mai rendezvény tulajdonképpen kapocs. A nemzetek, a nemzetiségek, a települések és tulajdonképpen a generációk között is. A mai rendezvény egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan lehet összefoglalni az értékeinket, a közösség értékeit. A szervezők 2009-ben álmodták meg az eseményt, amely évről évre egyre nagyobb lett. A török-kanizsai közösség igazán sokféle, ilyenkor pedig lehetőség nyílik arra, hogy találkozzanak a nyelvek és a kultúrák, emelte ki Kovács Magdaléna, a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület elnöke. Ez egy nagyon kedvező alkalom arra, hogy minden ember összegyűjjön a téren, nemzetiségtől függetlenül, és hogy együtt jó érezzük magukat és szórakozzanak. A néptánc találkozót kirakodóvásár és bőséges gasztronómiai kínálat színesítette. Dusan Lajović nyerte a Szerb Open nevű 250-es banyalukai és halakpályás férfi tenisztornát. A döntőben az orosz Andrei Rublev ellen nyert a szerb teniszező 3 szetben 6-3, 4-6, 6-4 arányban. A világranglista 70. helyén álló Lajović a negyed döntőben legyőzte a világ első Novák Djokovicot, az elődöntőben pedig honfitársánál Miomir Kecmanovicnál bizonyult jobbnak.
Pontban délelőtt 9 órakor elstartolt ma a 36. belgrádi maraton. A résztvevők több futamon is indulhattak. A 42,5 kilométeres főfutam férfi győztese egy marokkói, a női győztese pedig egy etióp futó volt. A sporteseménynek összesen mintegy 10 000 résztvevője volt, közülük több mint 2 000-en külföldi állampolgárok. Pobjednica maratonske trke je bila 2:30, znači malo za malo je zakasnila, dobar je rekord beogradskog maratona, ali to je samo isključivo zbog gužve koja je bila na stazi. Dakle, smatram da smo postali jednu lepu razglednicu Beograda u svet, da ćemo na najljepši način Beograd prezentovati u Parizu, gde nam je potrebno radi domaćinstva Expoa 2027 i da će ovo biti nešto što će nam svima biti značajno za nekoliko godina. Znači, Beogradski maraton nastoji da se razvija. Mi već od sutra pripremamo 37. izdanje Beogradskog maratona, da bi sledeće godine još bilo bolje i impozantnije. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Két férfi lezuhant a Péterváradi vár Sánc faláról, egyikük belehalt sérüléseibe. A Jászenováci népirtás áldozataira emlékeztek a boszniai Donyagradina településen, Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői. Megtartották a 20. birkanyíró és birkapörkölt főzőfesztivált a Zentai vásártéren. Véget ért a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozója Topolyán. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!